Az intézményben jelenleg 9 szakákban tanulhatnak a diákok. Az elmúlt hónapokban több nagyobb volumenű fejlesztése, infrastruktúra bővítése került sor, így amikor a diákok visszatérhetnek az iskolába, komfortosabb környezetben és fejlettebb módszerekkel bővíthetik tudásukat. Itt a főépületben és a Vajza utcai telephelyünkön is jelentős változást mutathatunk be. Itt a főépületben a mögöttem látható 6 új, modern, legmodernebb pénztárgépet üzemelhettük be, illetve a távhő központunk újult meg. Szükség volt erre, hiszen ahhoz, hogy egyenletes hőmérsékletet tudjunk biztosítani és biztonságos legyen, szükség volt erre a korszerű hőközpontra. Ehhez hasonló fejlesztés történt a Bajza utcai telephelyen is, ahol 2 új kazánt helyeztek üzembe, illetve néhány tantermet felújítanak. A festés és új aljzat készítése mellett bútorokat is vásároltak. Az iskolában a gépészet és a specializált gép- és járműgyártás ágazatok kiemelt szerepet kapnak. A jogszabály azonban előírja, hogy a 9. osztályos szakképző iskolai tanulókkal még nem köthet munkaszerződést a duális partner, ezért tanműhelyi körülmények között kell megteremteni a gyakorlati feltételeket. Mechatronikai technikus, karosszérialakatos, hegesztő, gép- és CNC forgácsoló tanulókat is képezünk, és majd hasznosíthatjuk a számukra ezt a tanműhelyt. 16 főre 8 munkapadot állítottunk be, és korszerű eszközöket vásároltunk. Sarokcsiszológépet, köszörűgépet, esztergapad, marógép, tehát minden, ami szükséges gyakorlati oktatáshoz. Kincses téma hozzátette, az épületben jelenleg is építkezés folyik. Diákjaik létszáma folyamatosan emelkedett az elmúlt években, és felnőtt képzés is van, ezért 3 új tantermet alakítanak ki az egykori konyha és ebédlő helyén.